Legyen béke, szabadság és egyetértés.
kívánjunk a sajtószabadságát a cenzúra eltörlését. Felelős minisztérium ott Budapesten. Évenként országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgár és vallás tekintetben. Nemzeti őserege. Közös teherviselést, képviseletet, egyenlőség alapján. Az urbéri viszonyok megszüntetését. Esküdt széket. Nemzeti bankot. A katonaság, esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státusz fogja, bocsánatra sem szabad. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgal való egyesítése. Délután 3-ra gyűlést hirdettek a múzeum terére, s a tömeg elosztott. Elosztott, hogy szétvigye a sajtó felszabadításának hírét és a forradalmi nyomtatványokat. Délutánra csaknem 10 000 ember gyűlt össze a múzeum terére. Beszédeket, szónoklatokat, vivalkó lelkesedés fogadta. A múzeum lépcsőjén Petőfi elszavalta a nemzeti dal. A hatalmas tömeg kórusban mondta a versrefőnél. Talpra magyar, híja haza, itt az idő most vagy soha, rabok legyünk vagy szabadok, ez a kérdés választatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Forradalmi menet a következő állomása a pesti városháza volt. Betoldultak a tanácsterembe élükön az ifjakkal. Már 15 000 voltak, így a városi tanács aláírta a 12 pontot és csatlakozott minden követeléséhez. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Petőfi a városháza ablakából mutatta fel a sokasságnak a polgármester által aláírt 12 pontot. Üdvivalgás közepette az a hír kapott szányra, hogy katonaság jött, de egyetlen riadt arcot sem lehetett látni, inkább több felől hangzott az a kiáltás. Fegyvert, fegyvert, Budára, Budára a helytartó tanácshoz. A magyarok istenére esküszünk! Szabadság, hadd nézzünk szemedbe, oly sokáig vártunk rád epedve, annyi éjjel által, mint kísérte, bolygott lelkülem a világban érte. Kerestünk, míg égen voltak téged, egyetlen egy igaz istenséget. Te vagy örök, a többi, mint bálvány, mely leroskod egy ideig állván. Bécs engedményekre készült, április 7-ig nevezte a Batthyány kormány a pesti parfegyűlés megnyert 1848. július elején. Vannak napok, melyek nem szállnak el, az idők végéig megmaradnak, mint csillagok ragyognak boldogan, s fényszórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép tízes napok voltak, most enyhe is derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója ibolyáit ma szívünkbe szórja. Megjutalmazzuk igazgatói dicséretben azokat a tanulókat, akik kiemelkednek közösségi munkájukkal. Osztályfőnökeitek javaslatai alapján, aki
az idei évben igazgatói dicséretben részesültek kiemelkedő tevékenységükért, és hallják a nevüket, kérem fáradjanak és vegyék át az oklevelüket. Csiba Etelka első osztályos tanuló. Gurgics Gonzlik Lina első osztályos tanuló. Csíkos Lara Kitti második osztályos tanuló. Lajos Ármin, második osztályos tanuló. Rutai Léna, harmadik osztályos tanuló. Varga Emília, harmadik osztályos tanuló. Rózsa Viktória Mária, negyedik osztályos tanuló. Simó Milán, negyedik osztályos tanuló. Dón Szidónia, ötödik osztályos tanuló. Kuruc Krisztián Attila, ötödik osztályos tanuló. Nagy Lívia, hatodik osztályos tanuló. Fanni, hatodik osztályos tanuló. Csíkos Kamilla, hetedik osztályos tanuló. Víg Noel Sándor, hetedik osztályos tanuló. Gombai Gabriella Júlia, nyolcadik osztályos tanuló. Az itt a helyi 8. osztályos tanuló. Most pedig arra kérek mindenkit, hogy énekeljük el együtt a szózatot. Köszönöm.
Nagyon.